Büszkék arra, aki közzétette a kompromitáló felvételeket a volt győri polgármesterről. Ezt írta a közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke nem tagadta, hogy a párthoz köthető emberek állhatnak a videókat nyilvánosságra hozó blog mögött. Az már napokkal ezelőtt kiderült, hogy a 2014-es önkormányzati választáson a DK színeiben induló Pócik József juttatta el a fotókat Borkai Zsolthoz. Az egykori válogatott labdarúgó azt azonban tagadja, hogy meg is zsarolta őt. Bárki is csinálta, nagyon büszkék vagyunk rá. Ezt írta Gyurcsány Ferenc szombaton saját közösségi oldalára. A DK elnöke arra a rejtélyes, magát az ördögügyvédjének nevező blogszerzőre utalt, aki az októberi választás előtt kompromittáló videót tett közzé Borkai Zsolt győri polgármesterről. A történtek miatti elégedettségét kifejező posztot Gyurcsány Ferenc egy fotóval is illusztrálta. Az, aki ezt a felvételt nyilvánosságra hozta, tulajdonképpen egy hősnek tekinthető. Gyurcsány Ferenc mellett a felvételek kiszivárogtatóját méltatta szombaton a DK szóvivője is. Barkóczi Balázs ugyanakkor úgy fogalmazott, a pártnak nincs köze az ügyhöz. Csak hogy Borkai Zsolt zsarolójával a napokban Pócik József egykori válogatott labdarúgót hozták összefüggésbe, aki éppen Gyurcsány Ferenc pártja a DK mellett köteleződött el. 2014-ben a párt színeiben indult Győrben. Sajtóhírek szerint ő volt az egyik közvetítő, akin keresztül az ördögügyvédje blogszerzője 10 millió forintot követelhetett Borkai Zsolttól és Rákosfalvi Zoltán győri ügyvédtől a felvételekért. Erről az RTL híradó szerint egy hangfelvétel is tanúskodik, amelyen állítólag Pócik József beszél Puska Péterrel, Rákosfalvi Zoltán munkatársával. A beszélgetést rögzítő Puska Péter azt állította a csatornának, hogy Pócik József képviselhette a számára ismeretlen megbízót. A felvételek tanúsága szerint Pócik József egy közvetítővel állhatott kapcsolatban, akit, ahogy a hanganyagon elhangzik, rendkívül jól ismerhetett. Ez a közvetítő egyeztethetett a felvételeket birtokló blogszerzővel. 5 vagy 6 darab fotó, egy hotelba kellett elmennem, amit a rendőrségen el is mondtam, hogy melyik hotelról van szó, és le volt téve a nevemre, elhoztam a borítékot. Pócik József volt válogatott labdarúgónál, a központi nyomozóiroda munkatársai tartottak házkutatást, majd zsarolás és más bűncselekmények gyanújával előállították és kihallgatták. A volt labdarúgó az ATV-ben tagadta, hogy bárkit megzsarolt volna. Azt viszont elismerte, hogy a felvételek miatt valóban találkozott a volt polgármesterrel. Közben sajtóhírek szerint a DK nem csak Pócik Józsefen keresztül kötődhet az ügyhöz. Több hírportál ugyanis arról írt, hogy Pócik József egykori csapattársa, a DK-s Glázer Tímea testvére is érintett lehet. Vagyis azé a politikus nőé, aki végül októberben alul maradt Borkai Zsolttal szemben.